Második alkalommal jelentkezett a regionális szimpóziummal a székelyudvarhelyi Benedek Elek Liceum, az eseménynek ezúttal is a Backa-Madarasi Kisgergely Református Kollégium épülete adott otthont. A szervezők, az iskola, a tanfelügyelőség és az Elekapu Unokái Egyesület idén kibővítette a célközönséget, így a tanítók mellett óvónők is jelentkezhettek a rendezvényre. 34 tanító és 31 óvónő nevezett be Erdély különböző településeiről, 49 szakdolgozattal, ezekből 6 bemutatásra is került a ma délelőtt folyamán. A tavalyi témát követően, amikor Benedekelek meséi voltak terítéken, maradva a mesék világában, most a népmese óvodás és kisiskolás korú gyerekekre gyakorolt, nevelő és személyiségfejlesztő hatásáról tanácskoztak. A tavalyi szimpózium sikerességén felbátorodva az óvónők is kérték, hogy szeretnének ők is részt venni, és a mese az végig kíséri a gyermekeket a születéstől, mondjuk az felnőtt koron keresztül egészen a halálig. És a gyermekekkel kapcsolatban a pedagógusokat, ugyanúgy tehát kapcsolatba kerülünk velük. És mivel az idén az óvónők is részt vesznek ezen a szimpóziumon, ezért úgy döntöttünk, hogy maradjon még egy évben a mese. Ez kimeríthetetlen tárház amúgy pedagógusoknak. A szimpózium célja az erdélyi magyar tanítók és óvónők szakmai tapasztalat cseréje, az oktatási órák színesebbé, változatosabbá tétele, a tanítás egészének minőségi javítása, az erdélyi tanítók és óvónők tudományos munkáiból álló gyűjtemény létrehozása, emelte ki a szervező. A dolgozatok anyagát ugyanis idén is kiadják elektronikus formában is. A szervező elmondta, hogy terveik szerint jövőben témát váltanak, azaz a következő szimpózium alkalmával valamilyen formában a vers lesz terítéken.